Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is számtalan baleset veszélyes útszakasz van. A balesetekről naponta hallunk a rádióban és a tévében is. Ha maga a baleset ténye nem lenne elég, ez súlyosbíthatja a cserbenhagyás vagy a segítségnyújtás elmulasztása. Egy közúti baleset során beszélhetünk anyagi káros, könnyű és súlyos személysérüléses, valamint halálos kimenetelű esetekről is. De nem csak az autósok tartoznak ide, a közlekedés úgymond legvédtelenebb résztvevői, a gyalogosok és a kerékpárosok, akik sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a KRESZ az ő közlekedésüket is szabályozza. A közlekedésnek számos szereplője van, de talán itt is kezdjük inkább az autósokkal, hogyha a közlekedési balesetekről beszélünk. Kezdjük is azzal, hogy mi az, ami elvárás lenne az autósok és a járművezetők részéről. Közlekedési bűncselekmények közül azt mondhatom, hogy az ittas járművezetés után vagy mellett a közúti balesetek azok, amik a legtöbb ügyet generálják a bíróságon. Alapvetően én azt gondolom, hogy aki gépjárműbe ül, annak is például autót vezet forgalomban, annak mindig nagyon elővigyázatosan kell vezetni, mindig tudatában kell lennie annak, hogy bármikor, bármilyen veszély adódhat az úton. Figyelni kell a visszapillantó tükröket, a körülöttünk lévő forgalmat, és úgy kell mindig vezetnünk, hogy felkészülve arra, hogy bármilyen veszély bekövetkezik, akkor nekünk arra reagálni kell. Ezt ugye defenzív vezetésnek is nevezik. Bármikor elém szaladhat egy kutya, kiléphet egy gyalogos, ne adj Isten, nem adják meg az elsőbségi jogomat, ezeket le kell reagálnom. Közúti baleset okozásáért akkor vonható felelősségre a gépjárművezető, hogyha legalább súlyos testi sérülést okoz a baleset. Az, hogy a súlyos testi sérülés az bekövetkezik, illetve az azt jelenti, hogy 8 napon túlgyógyuló sérülés keletkezik a baleset következtében, ez szakértői kérdés, ezt mindig orvos szakértő állapítja meg a gyógyulás időtartamát. Hogyha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével, ahogy korábban is beszéltük, súlyos testi sértést okoz valakinek, akkor alapesetben vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Abban az esetben viszont, hogyha súlyosabb sérülés, maradandó fogyatékosság, halál vagy halálos tömegszerencsétlenség következik be a bűncselekmény eredményeképp, akkor viszont már büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az elkövető. És hogyha nem csak a legsúlyosabb eseteket nézzük, akkor van az úgymond közlekedési rendet megzavaró esetek Igen. is. A főszabály az, hogy nyilván a védett úton haladónak van elsőbség, és az elsőbség adása kötelezett félnek, ezt az elsőbséget neki meg kell adnia. Akkor is, hogyha esetleg a védett úton haladó túllépi a megengedett haladási sebességet, tehát gyorsabban megy annál, mint amennyivel haladhatna. Abban az esetben viszont, hogyha ő gyorsabban halad a megengedett sebességnél, és nem adják meg neki ezt az elsőbségi jogot, ő is felelősségre vonható a bizonyos esetekben a baleset bekövetkezésért, akkor, hogyha megállapítja a szakértő az eljárás során azt, hogy a baleset bekövetkezése amiatt, baleset amiatt következett be, mert ő túlépte ezt a sebességhatárt. Viszont ha azt mondja a szakértő, hogy a baleset akkor is bekövetkezett volna, hogyha ő betartja a sebességkorlátozást, akkor nem lesz felelősségre vonható. Vannak olyan balesetek, amiket sajnos lehetetlen elkerülni, és talán ami még súlyosbítja ezeket, hogyha cserbenhagyásos balesetekről beszélünk. Jogszabályi előírás is, hogy egy baleset bekövetkezésénél az ember álljon meg, győződjön meg arról, hogy történt a személyi sérülés, és mindenki rendben van. Vannak olyan esetek, amikor személyi sérülés nem történik, csak anyagi kár keletkezik. Ilyen legtöbbször például, amikor visszapillantó tükrök érintkeznek a balesetben, illetve az összeütközésnél. Ebben az esetben is meg kell állni, meg kell győződni arról, hogy mindkét fél rendben van. Abban az esetben, ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget a gépjárművezető, akkor elkövetheti a cserbenhagyás bűncselekményét, és cserbenhagyás miatt vonható felelősségre. Ha a balesetben személyi sérülés is keletkezik, és ő a baleset helyszínét úgy hagyja el, hogy nem győződött meg arról, hogy nem nyújtott segítséget a rászoruló balesetben érintett másik félnek, akkor viszont a segítségnyújtás elmulasztását valósítja meg, és akkor emiatt a cselekmény miatt lehet felelősségre vonni. Ez mennyivel
növeli meg egyébként a büntetésnek a mértékét? A cserbenhagyás az egy vétség, ami azt jelenti, hogy egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető cselekmény. Abban az esetben, ha személyes sérülés következett be és segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt vonható felelősségre az elkövető, az viszont 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény alapesetben. A segítségnyújtás elmulasztásának vannak minősített esetei, ilyen például, hogyha sértett életét veszti a baleset következtében, és a segítségnyújtás ezt megakadályozhatta volna adott esetben, vagy hogyha magát a veszélyhelyzetet előidéző fél nem áll meg a helyszínen. Ebben az esetben a büntetési tétel növekszik. És azért nem menjünk el a kerékpárosok mellett sem, hogyha a közlekedés szereplőiről beszélünk, őket is rengeteg törvény érinti. Kicsit nézzük azokat, hogy náluk mik az elvárások. Sajnos gyakori, hogy közúti baleseteknél az egyik érintett fél az vagy gyalogos, vagy kerékpáros személy, kerékpározó személy. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy ugye nyilván a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ, és nem jól értelmezik a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Főleg a gyalogátkelő helyen való áthaladással vannak problémák. A főszabály az, hogy a közút, illetve az úttest az autóké. Ezzel tisztában kell lenni a gyalogosnak és a kerékpárosnak is. Nyilván áthaladhat az úttesten, de áthaladás előtt mindig meg kell győződnie arról, hogy biztonságosan tud áthaladni. Ez azt jelenti, hogy álljon meg, nézzen körül, úgy lépjen le a gyalogátkelő helyre, hogy biztos legyen abban, hogy az arra közlekedő autós meg tud állni biztonságosan és át tudja engedni a zebrán. A kerékpáros közlekedés ezzel kapcsolatban ugye a KRESZ kijelöli azt, hogy a kerékpáros hol közlekedhet. Mikor közlekedhet járdán, kerékpárúton, útpatkán, kijelölt kerékpársávon. De azt is egyértelműen leírja a KRESZ, hogy úttesten viszont csak a kerékpályát tolva mehet át az úttesten. Ez azt jelenti, hogy van a például narancssárga kerékpársáv, ez igazából csak a azt jelöli ki, hogy hol haladhat a kerékpáros, de nem ad arra lehetőséget, hogy ő ezen a sárga jelzésen, narancssárga jelzés mentén a kerékpárját hajtva haladjon át az úttesten. Ez a sáv, ez az autósoknak is egy figyelemfelhívás, hogy ebbe a sávban neki, ebbe a sárga jelzésre határolt részen jobban kell számolni azzal, hogy ott kerékpáros fog közlekedni, de a KRESZ azt írja, hogy az úttesten kerékpár tolva szabad áthaladni. Abban az esetben, ha a kerékpáros nem száll le a kerékpárról, hanem hajtva halad át az úttesten, és emiatt baleset következik be, akkor a gépjárművezető felelősségre vonása szempontjából ennek különös jelentősége lehet. Köszönjük szépen Resán Dalmának az információkat, a tárgyalóterem következő részében pedig folytatjuk a büntető ügyek feldolgozását.